Az ötödik percben a mérkőzés első szöglete öreg rúgja középre. Jól jön ki a kapus, de mégsem! Mekkora hiba! És így az ötödik percben 1-0-ra vezet a Győr. Mivel a kapus kicsit alászaladt a szögletnél, kicsit meglepett, hogy a labda hozzám ért, vagyis eljutott hozzám. Ilyen kicsit csípőbe besegítette, de nagyon örülök neki, hogy sikerült. Pinci a labda mögött, a 30. percben járunk, egy hosszú ívelés. Meg is találja a társatot középen, lekészített labda mellé ment ez a lövés. Jöhetnek a vendégek. Olá! Egy hosszú labda a túloldalra. Szabónak nem sikerül megtartania, úgyhogy jöhet az ellentámadás. Dénes indítása Német felé, aztán Német. Német lő messziről fölé. Öreg, Sülét keresi a labdával. A keresztlabdára Német startó, rá már a 16-oson belül, ott a helyzet, el tudja gurítani, nincs bent. Kalmár, aztán fél Alexandra. Továbbra is 1-0-ra vezet a Győr, és mindent megtesz, hogy még egy gólt szerezzen. Fél Alexandra már a 16-oson belül, aztán Süle le tud fordulni 16-osról középre. Ez könnyű védés volt. Második félidő 13. perce, méri a labda mögött, kapura is teszi, Szőke Nagy pedig védi ezt a szabadrugást. 26. percben járunk, Süle, aztán Kalmár. Kalmár lő messziről, kapufa! Pinci a bal szélen indítja a támadást. Méri és Demeter középen, aztán Demeterhez eljut a labda, Demeter lő, és gól, egyenlít az MTK! Kalmár szerez labdát az ellenfél tér felén. És jó a fordítás, Német, aztán Süle, nincs les, Süle a 16-oson belül üresen, és nincs bent, marad az 1-1. Kevesebb, mint 5 perc a rendes játékidőből, Hummels Mucer a labda mögött, nincs kapura lövés, ívelés van, Demeter fejel fölé. Nem tudnak előrébb jutni most a győriek, most talán fél Patrícia itt a jobb szélen meg tudja elhúzni. Lefutja Olát. Van középen érkező, fél Patrícia beteszi, viszont az érkezők mögé a felszabadítás, Német ellövi fölé. Ez mérkőzés labda volt, nem sikerült Németnek kihasználni az ajándéklabdát. A szél az nagy szerepet játszik egy-egy mérkőzésen, de azt hiszem, hogy mi se és ők se tudták ezt kihasználni, mert pontatlan labdákat adtunk, illetve mindig kicsit nagyobbat tudtunk belé, és elvitte a szél. Tehát lényegében olyan helyzetet egyik csapat sem tudott kialakítani, hogy a szél segítette volna. Megpróbáltunk lapossal játszani a második fél időben, nem ívelgetni. Hát a végén volt két lehetőségünk, sajnos nem tudtuk kihasználni. Pinci rúgja meg, és itt a vége a mérkőzésnek. Gödér és Demeter góljával 1-1, az MTK tehát egy ponttal távozik innen Győrből, 38 ponttal a második helyen áll, az Eto pedig egy pontot tudott faragni a hátrányából a Viktóriával szemben.